Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Mai vendégem egy olyan fiatalember, akit egy évvel ezelőtt ismerhettem meg, a Vörösmarty Rádióba jött gyakornokként dolgozni, és itt tessék szó szerint érteni a dolgozni szót. Ő nem csak érdeklődött, nem csak nézte, hogy milyen is ez valójában, és nem apróbb cseprőbb dolgokat csinált meg, hanem komolyan vette a feladatot, és igencsak nagy szakértelemmel dolgozott, pedig akkor még csak 17 éves volt. Na azóta egy év múlt el, úgyhogy most már 18, mondhatni azt, hogy felnőtté vált, és sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár TV stúdiójában Bodonyi Dánielt. Köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést. Én köszönöm a felkérést. Azt mondtad, hogy egy kicsit izgulsz, amit valójában érthető, mert nem feltétlenül a kamerához vagy szokva, de a mikrofonhoz már nagyon kicsi korod óta, ha jól tudom. Igen, ugye édesanyám rádiózik, és én lényegében mióta megszülettem mikrofont látok mindenhol, meg hangvágó programot, úgyhogy ezt hozzászoktam. Meg hát igazából talán a tévét is sokat láttam, de nem éppen kamera oldalról, hanem a másik oldalról édesapám miatt, aki pedig hangtechnikával foglalkozik. És akkor én itt szeretnék súgni a nézőknek, hiszen az említett édesanyja Benkő Andrea, a Kossuth Rádió műsorvezetője, riportere, az édesapa pedig Bodonyi Krisztián, a Fehérvár Televízió hangmérnöke, úgyhogy nem véletlen, Dani egy kicsit vérből is szívta ezt a dolgot, de nem rádiózással indult, hiszen ha én jól informálódtam, akkor az első, ami rettenetesen érdekelt már egész pici korodban, az a zene volt. Igen, és ez a mai napig nem múlt el. Tehát a zene körülbelül olyan 2-3 éves koromban így minden napok részévé vált számomra. Állj! 2 évesen azt tudom elképzelni, hogy boci-boci tarka és kiskacsa fürdik. Nem. Milyen zene érdekelt? Ki voltam ettől már akkor is, meg ezektől a nagyon túlhasznált gyerek dologtól. Édesapámnak voltak CD-i, kifejezetten rock, illetve 80-es évek környéki popzene, és hát ez nekem nagyon megtetszett. És úgy voltam vele, hogy hát inkább ezt hallgatom, mint mondjuk valami gyerekdalt. Autóba állandóan ezt hallgattuk, aztán egy idő után már otthon is ez szólt állandóan, és lényegében, ha nem mesét néztem a tévében, akkor zenét hallgattam, de akár órákig is. De akkor jött bennem először ez az érzés, hogy zenét hallgatni számomra egy nagyon fontos dolog, egy nagyon különleges dolog, egy különleges érzés, és én ezt tudom akár órákig is csinálni. Tehát nem csak 3 percet hallgatok meg a zenéből, hanem tényleg egy egész CD-t végig tudok hallgatni, és ez így. És a zenét kellemes. Hallgatsz, akkor csak a zenére figyelsz, vagy kísérő? Ez zenétől függ. Két különböző érzés az, amikor az ember leül zenét hallgatni, és kifejezetten a zenére figyel. Ilyet is szoktam csinálni elég sokszor, de háttérként szinte állandóan szól a zene, tehát nincs olyan pillanat, hogy ne hallgatnék valami zenét munka közben, vagy valamit, ha takarítok a szobámba, akkor is legalább vagy felteszek egy lemezt, vagy gépen indítok valami zenét, de mindig szól valami. Mennyire befolyásolja ezt az a képességet, hogy máshogy hallasz, mint az átlagember? Inkább maximum, hát azt tudom mondani, hogy inkább zavar talán egy kicsit az, hogyha valami nem úgy szól, ahogy kell, akkor az kifejezetten tud zavarni, hogyha mondjuk a magas hangok nincsenek a helyén, a mélyek nincsenek a helyén, ezért néz ki úgy a szobám lényegében, mint egy raktár, mert gyűjtögetem a hangfalakat, erősítőket, mindent, amit csak lehet, hogy a végén egyszer csak olyan hangzás legyen, amit el tudok viselni, és jól szóljon. Érdekes egyébként, hogy pont édesapámmal építettünk egy hangfalat, amire azt tudom mondani, hogy na ez a tökéletes hangzás nekem, amit szeretek. Magyarázzuk meg a nézőknek, hogy mit jelent az, hogy máshogy hallasz, mint az átlagember. Igazából ez annyit jelent, hogy talán hogy hangérzékeny vagyok. Elképesztően meg tudok érni minden apró, picit hangosabb hangtól, mint ami a környezetemben van. Illetve a magas hangokra kifejezetten érzékeny vagyok, tehát hogyha valami a magasban nem úgy szól, ahogy kell, valami zaj van alatta, az engem mindig tud zavarni. És ezzel nagyon sokszor szembesülök munka közben, például, hogyha valami kis zaj van a háttérben, amit más meg se hall, akkor én órákig tudom keresni, hogy mi a probléma, mert egyszerűen nem bírom elviselni, hogy ott van a háttérben. Rádiósoknak a rákfenéje, a bum, vagy ilyenféle zubúgó hang. Igen, brummogásnak szoktuk hívni általában, igen, meg földzúgásnak, hogyha olyan. Szóval mondtad, hogy érzékeny vagy. Ez azt jelenti, hogyha egy rockot hallgatsz, és van egy beütés, attól azért nem ijedsz meg? Hát úgy választom meg a hangerőt lehetőleg, hogy ne legyen túl hangos. De hát nyilvánvalóan ez zenénél azért szerintem egy kicsit más, tehát ott az ember így számít előre arra, hogy mi fog történni.
Egyelőre maradjunk akkor a zenei vonalon, hiszen nem csak hallgattad a zenét, hanem szüleid támogatásával tanultál is hangszert. Melyik hangszert választottad, igen, és miért? A gitárt egyértelmű volt, hogyha rockzenét hallgatok, akkor utána muszáj, hogy valami ehhez kapcsolódó legyen. És először elkezdtem gitározni, ezt 5 évig csináltam. Hát végül nem ez lett nekem az a... Mi volt a gond? Több dolog is. Egy az, hogy elképesztően nagy kezeim vannak. És... Túlfogtál az akkordot? Egy az, hogy túlfogtam. 2 az, hogy nekem ilyen pici helyre összeszorítani az ujjaimat nagyon nehéz volt. Ez volt az egyik probléma, de ez talán a kisebbik volt. Talán végül az lett, hogy nem annyira érdekelt. Nem ez lett végül az én pályám, mert annyira széles volt az a skála, amit szerettem akkor a zenét, mert amikor ezt én elkezdtem 7 évesen, akkor tényleg csak a rockzene, semmi más. De én elkezdtem utána mindenfélét hallgatni, és végül ez egy kicsit háttérbe szorult, és már nem annyira volt számomra érdekes az, hogy én gitározzak. A mindenféle érdekelne stílust is váltottál? Tehát a rockról mondjuk milyen más zenéket hallgattál? Mindent, ami könnyű zene, de ezt szó szerint értem. Operett? Tehát volt olyan is, hogy meghallgattam, igen, mindent ki akartam próbálni, tényleg a mulatóstól kezdve a 90-es évek elektronikus zenéin át, a 80-as évek elektronikus zenéig, mindent, amit csak lehetett, meghallgattam, és ebből alakult ki igazából a zenei ízlésem, amit a mai napig nem tudok meghatározni. Pedig most azt akartam kérni, hogy meg tudjuk határozni, hogy mi az, ami legjobban érdekel? Hogy legjobban érdekel? Hát biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem lehet meghatározni. Sokszor felteszem én is magamnak ezt a kérdést, hogy na most én mit szeretek igazán? A jó zenét. Tehát aminek lelke van, ezt szoktam mondani, hogy az a zene, ami lélekkel készült, az rossz nem lehet. Legyen akár olyan műfaj, ami nem áll hozzám annyira közel, ha jó, akkor jó zene. Van olyan műfaj, ami pont a gyakorlati időd alatt Kis Gyurinak köszönhetően került közelebb hozzád? Hát Gyurinak az egész műsora, amit csinált ugye a Zeneturmix, az nekem kiskorom óta nagy kedvencem. Tehát én olyan 9-10 éves koromban elkezdtem hallgatni az ő műsorát, és hát mondom, hogy hát nem tudom milyen zene ez, de nagyon tetszik. És aztán szépen megismerkedtem ezzel az italo diszkó műfajjal, és így a 80-as évek elektronikus zenéivel is, úgyhogy kifejezetten örültem, hogy később megismerettem személyesen is Gyurit. És dolgoztatok is együtt? Igen, volt például a műsor 25. születésnapi bulián, én is zenéltem például, aminek kifejezetten örültem, meg csináltunk közös műsort is, úgyhogy jó volt valakivel beszélgetni erről a műfajról, aki ért is hozzá. Mi mindennel foglalkozik egy 18 éves fiatalember, érdemes figyelni, mert ez még csak a zenei oldal volt, amit nem fejeztünk be, hiszen, ha jól tudom, már szerzel is dalokat. Próbálkozok vele, egyelőre maradjunk ennyiben. Ez egy kicsit olyan dolog nekem, mint amikor a kiskutya tapasztalatlanul neki rohan a falnak, majd visszapattan, és mosolyogva megint csak neki fut a falnak, és megint csak visszapattan. De egyszerűen én érzem azt, hogy így szükségem van arra, hogy rohanjak neki a falnak. Próbálkozok, vannak egészen konkrét zenék, amiket már elkezdtem írni, de így ameddig nem érzem azt, hogy tényleg úgy szól, ahogy kell, én addig nem vagyok vele elégedett, és így húzódnak a projektek több éve már igazából. Említetted ezt a hangfal kérdést, ez azt jelenti, hogy műszakilag is érted? Mert mondjuk én rádiós tévésként látok egy hangfalat, nekem az érdekes, hogy milyen hang jön belőle, hogy aztán ezt hogy csinálja, az már nem annyira, de téged ezek szerint ez is? Igen, nekünk is az a lényeg igazából technikusoknak, hogy mi az, ami kijön belőle, tehát milyen hangot ad ki, csak ha valamit nem úgy ad ki, akkor azt érdemes megfigyelni, hogy miért nem. Én nem mondom azt, hogy értek a hangfalakhoz rendesen, mert rengeteg olyan emberrel találkoztam, akiket azóta is csodálok, hogy hogyan tudnak ennyire mérnöki pontossággal hozzányúlni egy hangszóróhoz, egy hangfalhoz, úgy kialakítani azt, hogy az tényleg egy új szintre emelje a zenei minőséget, viszont szerintem minden embernek megvan egy olyan hangzás, amit szeret, ami számára kellemes, na és én abban, hogy ezt megtaláljam magamnak, abban jó úton haladok szerintem. Tehát már körülbelül érzem azt, hogy mi az, amire szükségem van, és hogy ezt körülbelül hogyan tudom előállítani. A számítógépekkel milyen a viszonyod? Ez szintén olyan dolog, mint a hangfalak, hogy elkezdtem gyűjteni.
ezt pontosan nem tudom meghatározni, hogy mikor, meg hogyan jött. Egyszer csak elkezdtek érdekelni az informatikai eszközök, és volt még általános iskolában egy selejtezés. És összegyűjtötték az asztali gépeket, kirakták őket az udvarra. És a nem működő gépekről beszélünk. Igen, tehát hogy ilyen nagyon lehasznált, valami nem működött benne, hiányos volt, stb. Stb. És én megkérdeztem az informatikust, hogy elvihetem, mert mondta, hogy átszó sem lehet róla, nem lehet ilyet. Mondtam, hogy na, hát de ott úgyis jobb sorba kerülnek, és akkor jó, el lehet vinni. És ebből igazából lényegében egy ilyen szokás lett utána, hogy bármit dobtak ki, én ott voltam, vittem el magamhoz, és szintén visszatérnek oda, hogy ezért raktár a szobám továbbra is, mert tonnányi gépet összegyűjtöttem, mert vagy alkatrésznek volt jó, vagy tapasztalatnak, vagy valaminek mindenképpen. Tehát akkor ismered a számítógépek belsejét is. Igen. A működését. Igen. Itt az ideje, hogy rátérjünk a rádiózásra, hiszen az életedben az egy nagyon fontos pont és momentum olyannyira, hogy a Táska Rádióban is dolgozol. Először ott is, ha jól tudom, technikusként kezdtél? Igen, ez az egész úgy kezdődött, hogy én még 7. osztályos voltam általános iskolában, amikor eldöntöttem, hogy én az iskolarádiót szeretném csinálni. Én láttam azt otthon édesanyámnál, hogy állandóan ott ül a gép előtt, vág, interjút csinál, de hogy ez őt boldoggá teszi, és hogy ez egy jó érzés. És gondoltam, hogy hát akkor miért hagynám én ezt ki? Miért ne lehetne nekem is egy nagyon jó érzés ez, hogy embereket ismerek meg, információkat szerzek valahonnan. És akkor még egy kicsit még jobban félénk voltam, és bennem volt az, hogy talán emberekkel interjút csinálni még nem annyira mernék, hát akkor mit csináljunk? A zenét meg szeretem. Hát akkor csináljunk zenei műsort, ahhoz nem kell emberekkel beszélni, információkat kell gyűjteni, és az emberekhez beszélni. És így alakult ki az első iskola rádiós időszakom, ezt 2 évig csináltam, és igazából itt szerettem meg ezt az egészet, és döntöttem el, hogy végül nem informatikával szeretnék majd foglalkozni, hanem a rádiózással mindenképpen. És ezt értékelték is, ha jól tudom, az iskolában, hiszen alapítottak egy díjat direkt. Igen, neked. Az arany mikrofon díjat, és ennek nagyon örültem, ez volt az első ilyen elismerés, amit emiatt kaptam, és ez nekem akkor nagyon jól esett, és azóta erre büszke vagyok. Hiába csak egy ilyen kis iskolai díj, de nagyon-nagyon örültem neki. És hát utána ugye nyilván jött az út, hogy akkor mindenképpen valami rádiót kell gimnázium kapcsán keresni, és egyértelmű, hogy akkor a Láncos Kornél gimnáziumba mentem, és ugye emiatt választottad az iskolát. Igen, is, igen. Hogy közelében legyél, és akkor ott hogy kezdted el a munkát? Úgy történt ez először is, hogy nálunk a Láncosban nem nyílt nap van, hanem külön mindenki bemehetett, és körbemutogatták az iskolát, akkor ugye Lovrancs József igazgatóra, sajnos ő már nincs köztünk, ő mutatta körbe nekem az iskolát, és megmutatta a rádiót is. És hát először nagyon meglepődtem, hogy azt a ilyen technikát én még nem nagyon láttam előtte, hogy ez nagyon profi, nagyon high-tech technológia. És hát így egy kicsit zavarba is voltam ott, de aztán elkezdtünk beszélgetni igazgatóról, és megbeszéltük, hogy én mivel dolgozom, meg hogy milyen technikai ismereteim vannak, és igazgató úr ekkor ajánlott fel nekem egy ösztöndíjat azért cserébe, hogyha én az iskolában segítek a hangosításban, illetve a rádióban is. És hát ez nyilvánvalóan ez volt számomra a kánoán, tehát hogy ugyanazt csináltam, amit eddig. És már elkezdtél keresni valójában. Hát igazából igen, tehát... Olyasmi, tehát az iskolának ugye a tandíjából számoltuk ezt le, és tehát nekem ez nagyon nagy boldogság volt, hogy egyáltalán az, hogy én már egyből fellettem erre kérve, hogy ilyet csináljak, hogy hangosítsak. És akkor így kezdődött igazából az egész el 9. osztályba. Felmentem egyik nagyon jó barátommal, Hanti Marcival rádióba, és 2 kisgyerek oda ment, hogy ők szeretnének valamit csinálni. És akkor elkezdtünk vágni anyagokat, elkezdtünk magunk is csinálni, és szépen így belerázottunk, és mindent kipróbáltunk, amit csak lehetett. Ezt hogy kell elképzelni, hogy dolgoztál a Táskarádióban, ismerkedtél a dolgokkal, utána mentél haza, és kérdezted aput a technikai részről, anyut pedig a tartalmi részről? Igen, mindenképpen ez hozzátartozott ehhez. Sok dolgot saját kútfőből kellett kitalálni, mert rengeteg olyan problémával találkoztunk, főleg a hangosítás terén, amivel még apa sem sokszor találkozott, de rengeteget segítettek mind a ketten abban, hogy tudjunk fejlődni így mind a hangosítás, mind a rádiós műsorvezetés terén. Hát talán a legjobbokhoz fordultam ebben a témában. Hogy fogadják szüleid az érdeklődésedet?
nagyon örülnek neki mindenképpen. Hát azért szerintem nincs olyan szülő, aki ne örülne annak, hogyha az ő mintája alapján próbál foglalkozni valamivel a gyerek. És ez, nem is tudom, hogy mondjam ezt, tehát, hogy talán én nekem is ez egy ilyen kifejezetten jó érzés, hogy tudom, hogy egy olyan dolgot csinálok, amit látom a szüleimen, hogy őket boldoggá teszi, és valószínűleg akkor nekem is örömet fog ez szerezni majd később, és már szerez most is. Azért érdekes dolog lehet, hogy a te korodban a fiatalok inkább lázadnak, és ha lázadnak, akkor jó részt a szüleikkel szemben lázadnak, viszont nektek közös az érdeklődés, közös a téma, és biztos, hogy elég különleges kapcsolatod lehet így a szüleiddel. Igen, mert amellett, hogy ugye megvan a családi kapcsolat, rengeteg ugye a szakmai segítség, amit az előbb említettem, tehát meg én alapvetően nem vagyok egy ilyen kifejezetten lázadó típus, tehát én nem voltam sose az, aki így elment nagyon otthonról, meg elment nagyon bulizni sokat. Most se vagyok egyébként kifejezetten az. Én inkább jobban megtalálom magamat mondjuk egy buliban a DJ pult mögött, meg a keverőpult mögött, mint mondjuk a tánctéren. Mert hogy a szórakozásodat megtalálod a rádióban és a zenékben? Igen, mindenképpen. Tehát, hogy én azzal valahogy sokkal jobban el vagyok, hogyha ha én tudom irányítani azt, ami történik. Nem akarlak zavarba hozni, de muszáj megkérdeznem, a rádiós múltaddal, vagy jeleneddel, és a zenei jeleneddel lehet csajozni? Ezen nagyon sokszor gondolkodtam én is, meg sokszor felmerült ez a téma. Hát nem tudom, inkább azt mondom, hogy a rádiós lány kollégák közül azért lehetett ismerkedni kivel. Nem kifejezetten mondom, hogy én ezzel nagyon csajoztam volna. Nem is ez volt ezzel kifejezetten a lényeg. Tudsz barátkozni, és tudsz úgy társ tenni egy csapatban, hogy nem a rádióról van szó esetleg? Mindig arra terelem végületémet, de természetesen azért vannak olyan barátaim, akikkel teljesen más az érdeklődési kör. Úgyhogy nyilván nem csak a rádió az életem, csak a mondjuk 90%-át teszi ki, de meg tudunk természetesen lenni. Fontos, hogy aki közel áll hozzád, az szívesen beszélgessen a rádiózásról. Akár. Tehát ezt is lehet mondani. Pozitívum az, hogyha van közös téma nyilván, és egy számomra nagyon fontos közös téma tud lenni valakivel a rádiózás, illetve az egész média. Térjünk vissza a táskarádióra, hiszen először arról beszéltünk, hogy technika és vágás, de aztán végül műsort is vezettél. Igen. 2018 környékén ismerkedtem meg Arany Endrével. Akkor még DJ Bandus néven futott a pályafutása, és ő csinált egy mix műsort a rádióban, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és így bekerültem oda is technikusnak, én indítottam a szignálokat, mikrofonokat én kezeltem, ő pedig ugye mixelte a zenéket, illetve műsort vezetett, és 2018 májusa környékén egyszer csak eldöntöttük, hogy na hát milyen érdekes lenne, ha én is beszélnék a mikrofonba, de hát én ezt csak poénként gondoltam, és végül mondta Endre, hogy hát toljon fel a másik mikrofont is, és akkor beszélgessünk a zenékről. És ekkor alakult ki az, illetve kezdődött kialakulni az a műsor, ami a mai napig fut, ugye BPM DJ néven. A nyáron átbeszéltük Endrével ennek az egésznek a koncepcióját, és 2019. szeptemberében indítottuk el ezt a teljesen újfajta mix műsort, ezt a BPM DJ-t, ami az előzőnek az alapjaira épül, de egy teljesen más koncepció, egy teljesen más arculat. Persze ismerkedtél más rádiókkal is, édesanyád révén a Kossuth Rádióban jártál többször? Magyar Igen, rádióban? Az nekem nagyon nagy élmény volt mindig fölmenni még a Bródy Sándor utcai stúdióba, és ott látni azt a sok régi technikát, meg annak a kicsit ilyen félhomályos hangulatát, ami ott fenn volt a stúdióban. Nyilván ez is hozzátett ahhoz, hogy ez engem nagyon érdekeljen. És aztán itt volt a Vörösmarty Rádióban eltöltött néhány heted, ezt hogy élted meg? Ennek nagyon-nagyon örültem, hogy itt volt ilyen lehetőségem. Korábban is már szemezgettem így a Vörösmarty Rádióval, hogy egyszer jó lenne megnézni, hogy ez hogy is működik belülről, és aztán hát később sikerült ugye ide bejutnom, mint gyakornok. És itt ismerkedtem meg Horváth Miklóssal, aki szerintem eddig az egyik legmeghatározóbb kollégám, aki valaha volt a rádiós szakmán belül. Főleg azért is, mert én eddig, akikkel találkoztam, mindenki a digitális technikában volt benne nagyon, én viszont mindig húztam az analóg technikák felé. És ezt azért nyilvánvalóan meg kellett tanulni az újat is, de hogy valaki meg tudja érteni ezt a
ezt az érzést, hogy én tényleg az analóg felé húzok, az mindenképpen Miklós volt, és nagyon jól együtt tudtunk dolgozni itt a rádiónak mindenféle technikai területén. Tehát most, hogyha megpróbálom összeszámolni, akkor zenét írsz, foglalkozol sokat zenével, műsort vezetsz, a technikával foglalkozol, számítógépeket raksz össze, szedesz, ezt elmondhatjuk a hangfalakról is, közben nyilván folytatod a tanulmányaidat, hiszen tovább szeretnél tanulni, és akkor még mi nem beszéltünk egy olyan társadalmi funkciódról, amely a diák újságírókhoz köt. Igen, 2018 évelején ismertem meg Balogh Pétert, ő egy nagyon kedves barátom, és később a Diák Újságírók Országos Egyesületének a médiatáborának táborvezetője is lett. És Peti mondta azt, hogy van ez a médiatábor, menjünk el, és esetleg segíthetnénk a technikusoknak. El is mentünk, és el is kezdtünk ugye a technikai részen segítkezni. És hát egy nagyon meghatározó élmény volt ez nekünk, és így el is döntöttük, hogy mi már később nem leszünk táborozók, hanem mi szeretnénk ebben technikailag segíteni, úgyhogy azóta mi Hanti Marci barátommal technikusként vagyunk ott mindig a Due Media táborokban, és hát nagyon élvezzük. Tehát ez ilyen kis nyaralás, mert ugye egy nyári tábor, de mégis ugye ez a technikai rész benne van. És remek csapat alakult ki egyébként ott a technikusok között. Nagyon sok olyan embert ismertem meg a média táborban, akik nagyon meghatározóak mindenféle rádiós munkáimban. Tehát a Diák Újságírók Országos Egyesülete a táboron kívül is ad még feladatot? Igen, nagyon sok közös projektünk van. Tegyük csak fel azt, hogy nemrégiben volt a 30. születésnapja az Egyesületnek tavaly évvégén, és erre pont egyébként Balogh Peti rendezésében készült egy film, amiben bemutattuk az első 30 évét a tábornak, és ez is például egy egészen nagy projekt volt, és nagyon... Részt vettél a filmkészítésben? Igen, igen, én is szereplő voltam, az egyik alapító tagot, Szajli Józsefet én játszottam a filmben. Egy újabb élmény. És ez hatalmas élmény volt, tehát ugye nekem alapból van ez a rajongásom a 80-as évek iránt, és az egész Due alapítás, ez alapvetően a 80-as években játszódik, és tényleg ott a Trabantot vezettünk, kimentünk régi vasútállomásra, olyan technikai eszközöket kipakoltunk, aztán meg stúdiót felépítettünk, amilyen retro technikai dolgokból épült, tehát nagyon-nagyon hangulatos volt ez az egész forgatás, és talán tényleg ez is egy ilyen teljesen maradandó élmény volt. Meg hát ugye nyilván szereplőként is kipróbáltam magamat egy filmben, amit eddig nagyon nem csináltam előtte. Azt már eldöntötted magadban, hogy melyik oldalt választod, mondjuk ha a rádiózásban maradunk a tartalmat, vagy az újságírást, vagy a technikát? Szeretném a kettőt ötvözni, és szerintem ez is a jövő valahol, hogy egy ember tudjon több feladatot ellátni egyszerre. És ezt szeretném én is csinálni, hogy egyszerre technikailag is értsek hozzá, amit csinálok, illetve tartalmilag is tudjak előállítani. Nyilvánvalóan nekem az nagyon fontos, hogy a tartalmi része is benne legyen. Én mindenképpen szeretnék szólni a hallgatókhoz. Viszont az, hogy így technikailag is valamit lehessen csinálni, ez kifejezetten fontos, és ezért jött nekem ez, hogy legyek DJ, kezdjek el a DJ-skedéssel foglalkozni, mert akkor nyilvánvalóan tudok technikailag is ebbe az egészbe beledolgozni, zenei szerkesztőként is, hiszen nyilvánvalóan egy DJ a saját összeállítását a saját zenéből válogatja össze, illetve hát ugye tudok hozzászólni a hallgatókhoz, mint műsorvezető. Van titkos vágyad, hogy meddig szeretnél eljutni? Mert hogy a szakmán belül szeretnél eljutni, az már egyértelmű. Igen, talán az egyik ilyen legnagyobb vágyam, hogy egyszer egy saját rádiós projektem legyen, egy saját rádióm, amit tudok alapítani. Ezt még, hogy pontosan milyen műfajban, meg hogyan, azt nem tudom. Majd nyilván, amit igény erre kerül, de nagyon sokszor gondolkodok ezen, meg rengetegszer olvasok különböző fórumokat, rengetegszer olvasom a médiatörvényt, hogy mik ennek a formái, mi ennek a módja, hogy ilyet egyszer majd lehessen indítani. Úgyhogy ez így a nagy álom. De hát szépen addig még van egy egészen hosszú és elég rögös út, hogy eljussak ide, de egyszer remélem, hogy majd sikerül. Én nagyon kívánom neked, hogy sikerüljön, mert igazából megérdemled, aki ennyire tudatosan éli fiatal éveit, az biztos, hogy eléri, amit szeretné. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Kedves nézőink, most egy olyan vendégünk volt, aki megmutatta, hogy bizony-bizony a fiatalok is milyen komolyan tudnak dolgozni, és milyen komoly érdeklődésük lehet. Tessék megjegyezni Bodonyi Dániel nevét, mert szerintem fogunk hallani még róla. Köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!